Sziasztok, Fekete Robi vagyok a UniqueUAV.hu-tól. Ezzel a videó sorozattal üzemeltetési tanácsokat szeretnék nyújtani a Unique Multicopter tulajdonosoknak, hogy a gépeik minél tovább tökéletesen működhessenek. Az első videóról a propellerekről és azok vizsgálatáról lesz szó. Törött sérült propellerrel soha ne repüljünk, hiszen hiába bír ki a gép egy propeller hibát és öttel is visszajön, ha többel történik sérülés, akkor elveszíthetjük a gépet. A másik ilyen fontos dolog az az, hogy meg kell vizsgálni, hogy nem lötyögnek már a motoron a fölhelyezett propellereink. Ez tökéletesen jó, most megmozgatjuk a másikat is. Hallani egy potyogó hangot ad, ez azért van, mert valószínűleg ki van kopva itt a propeller, és vagy ki van kopva a rögzítő része. Ilyenkor először a propeller cseréljük, és ha az nem segít, akkor a rögzítő részt is cserélni kell. Hogyha mind az összes propellerünk így ki van kopva, az olyan rezonanciát okozhat, ami a videó felvételben is látszik. Célszerű, tehát időnként átvizsgáljuk a gépet.